Adj vért és ments meg három életet, vagy a segítség a vérünkben van. Ez csak két szlogen a véradással kapcsolatosan, amely arra hívja fel a figyelmet, fontos az önkéntes véradás, különösen a nyári hónapokban, amikor csökken a véradói aktivitás. Szabolcs megyében elmondhatjuk, hogy jelenleg nincsen vérhiány, amit viszont tapasztalunk, hogy nálunk havonta kb. 2000 donor jelenik meg véradásra. Az ő számuk nyilván a nyári szabadságolás, üdülés, pihenések miatt jelenleg egy picit visszaesett, és emiatt tapasztalhatók olykor nehézségek, valamint a megyében az utóbbi hetekben megszaporodó tömeges és nagyobb balesetek miatt, amelyek sokszor sürgős és akut transzfúziókat igényelnek. Ez a hölgy nem vállalta arcát, viszont kamerán kívül elmondta, már közel 30-szor adott vért, ám akadnak olyanok, akik csak akkor önkénteskednek, amikor baj van, ismerősük, rokonuk vár vérre. Az irányított véradás egy olyan lehetőség donoraink számára, amikor célzottan akár egy beteg ismerősnek, hozzátartozónak, rokonnak adhatnak vért. Ennek feltétele az, hogy a beteg és a véradó vércsoportja megegyezzen, valamint a véradásra való jelentkezéskor szükséges, hogy a donor tudja a beteg adatait, többek között a nevét, születési idejét, tajszámát, vércsoportját, és hogy melyik intézményben melyik osztályon fekszik, és ezáltal tudjuk visszajutatni a vért a megfelelő osztályra. A véradás adatfelvétellel, kötelező vizsgálatokkal együtt körülbelül 40 percet vesz igénybe, tehát akár ennyi idő ráfordításával is életet menthet egy-egy önkéntes. Egyszerre 4,5 deciliter vért vesznek le, fontos, hogy a véradónak minimum 18 évesnek és legalább 50 kilósnak kell lennie.